Mindnyájunkat vonzanak bizonyos viselkedések és intenzív vágyak, késztetések. Vannak, akik nagyon szeretik az édességeket és a zsíros ételeket. Vannak, akiket a sok testmozgás, a fizikai aktivitás vonz, míg mások legszívesebben mindig pihennének és aludnának. Ezeket a vonzókat a genetikai tényezők vagy a gyerekkorunkban megtanult minták hozzák létre. Rendszerint e kettő kombinációjáról van szó. Életünk számos területén tehát erőteljes vonzó erőkkel rendelkezünk, amelyek mindegyikének hátterében számos ok húzódik meg. Robert Diltz, aki NLP-t, azaz neurolingvisztikus programozást oktat, a vonzók együttesét mentális terepnek, mentális tájnak nevezi. Befolyásolja ez a viselkedésünket és a hozzáállásunkat, azt, hogy miként kezeljük az egészségünkkel kapcsolatos dolgokat, hogy vonzódunk-e azokhoz a viselkedési mintákhoz, amelyek révén egészségesebbek lehetünk, vagy inkább azok felé tendálunk, amelyek ártalmasak az egészségünkre. Valószínűleg számos tényező együttes hatásáról van szó. Rendszerint a háttérben megbújó okok is fellelhetők. Évekkel ezelőtt például észrevettem, hogy valami nincs rendben az egészségemmel. Eleinte nem vettem róla tudomást, mert a tünetek alig-alig és nagyon finoman jelentkeztek. Nem figyeltem testem jelzéseire. Sőt, teljesen figyelmen kívül hagytam azokat. A helyzet komolyabbra fordult, és végül a fájdalom is felerősödött. De még ekkor sem tettem semmit, mert azt hallottam, hogy az ilyen típusú elváltozásnál alkalmazott gyógykezelés nagyon fájdalmas, és el akartam kerülni a fájdalmat. Azt gondoltam hát, hogy ha elég sokáig nem veszek róla tudomást, akkor majd elmúlik magától. A végén persze odáig fajult a helyzet, hogy már valóban kellett valamit tennem. Ekkor leültem, beléptem az oksági birodalomba, és elvégeztem a probléma megoldásához szükséges változtatásokat. A fizikai dimenzióból kiemelve teljesen szét tudtam oszlatni a szóban forgó testi elváltozást. Meg tudtam semmisíteni. Képes voltam megváltoztatni a jelenség mögött rejlő alapmintákat. Megjegyzem, nem ismertem a valódi okot. Nem vagyok túlságosan jártas az orvostudományban, ezért nem tudom, hogy az adott elváltozást vírus, valamilyen betegség vagy genetikai tényező okozta. Azt azonban tudom, hogy változtatni akartam a helyzeten. Akármi volt is a minta, az alapstruktúra, amelynek vonzása következtében kialakult a betegségem, minden önvád és lelkifurdalásra való késztetés nélkül egyszerűen csak rámutatok és leszögezem, hogy amennyiben bizonyos dolgokhoz vonzódtam, vagy bizonyos dolgokat elutasítottam, valami részem mindenképpen volt abban, hogy az az elváltozás kialakult. Ha másért nem, azért, mert a kezdeti szakaszban nem tettem lépéseket a megoldás érdekében. Végre vállaltam a felelősséget, vagyis kezdtem végre helyesen felelni a kihívásra, kezembe véve a testem, a természetes gyógyító erőforrásaim irányítását. Szükség esetén hajlandó lettem volna alávetni magamat orvosi beavatkozásnak is, de előbb esélyt akartam adni a testemnek, méghozzá azokkal a módszerekkel, amelyekről ebben az anyagban beszéltünk. Elmém segítségével képes voltam arra ösztönözni testemet, érzelmeimet, lelki erőimet, tehát valamennyi energiámat, hogy a probléma megszűnjön. A testem megoldotta a dolgot, és így nem kellett vállalnom az orvosi beavatkozást, amitől annyira idegenkedtem. Ennek már sok éve, és a probléma soha többé nem jelentkezett újra. A helyzet megoldódott. Talán te is hallottál már olyan orvosi véleményt, hogy a terápiás beavatkozás eredménye várhatóan akkor lesz a legjobb, ha minél korábban, még a betegség kialakulásakor sikerül azt nyakon csípni. Ez nagyon szép és helyes, és valóban fontos figyelmeztetés, de mi teszi lehetővé, hogy egy betegséget korán tudjunk tetten érni? Alapvetően a tudatosság, testünk jelzéseinek a megfigyelése. Mondani valónk egyik kulcsa a legbelső én, az ideális én tudatosítása, és ennek a mintának az élet különböző területeivel való összevetése, adott esetben az egészségével. Az ideális éneddel, mint egy etalont kaptál kezedbe,
amit erős vonzóként használhatsz. Segítségével jó irányban változtathatsz az életstílusodon, és ami ennél is fontosabb, az ideális én kiindulópontul szolgálhat visszacsatolások számára, alkalmazkodásra, a tudatosság fokozására, a nagyobb odafigyelésre emlékeztethet, valamint arra, hogy fizikailag, érzelmileg és spirituálisan is érdemes ráhangolódni erre az áramlásra. A tudatosítás révén felismerheted, hogy betegség esetén olyan események jelentkeznek környezetedben, vagy esetleg oly módon változott a viselkedésed, ami a te szempontodból nem nevezhető éppen pozitívnak. Ilyenkor nem az a jó kérdés, hogy mit csináltam rosszul, hanem az, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy újra összhangba kerüljek az energiaáramlással. Mire kell jobban figyelnem? Hogyan hajthatom végre a változtatásokat és igazításokat a bennem elevenebben élő mintáknak, a megszakítás nélkül áramló energiának megfelelően? A hozzáállás, hogy vállalom a felelősséget, nem azt jelenti, hogy magamat kell okolnom, hogy beteg lettem. Csupán visszajelzésként szolgál. A visszajelzés néha féltéglaként kólint fejbe, máskor meg olyan, mint a halk suttogás. De ott van. Állandóan ott. Nem azt jelenti, hogy az embernek állandóan ellenőriznie kell önmagát, de az igen, hogy ideális éned fokozódó tudatosításával, az okok birodalmának megismerésével, elfogadásával és a vele való összehangolódással könnyebben jutnak el hozzád az üzenetek, és te is megfelelőbb módon reagálsz. És ahelyett, hogy kényszerítened kellene magadat valaminek a megtételére, cselekedeteid sokkal inkább szabad választásokon alapulnak. Márpedig a választások révén válik tudatosabbá bennünk a saját énünk, identitásunk, ez határozza meg, hogy mennyire érhető el számunkra az okság világából eredő energiaáram. És ha szabadon áramlik, akkor jöhet bármi az életünkben, megtaláljuk a kiutat, méghozzá leleményesen, a helyzethez illően, és még erőt is meríthetünk belőle. Megfigyelted-e, hogy miként jelzi tested, amikor nem tudja, hogyan kezelje a stresszt, vagy nem képes feldolgozni azt? Vagy talán te is azok közé az emberek közé tartozol, akik sohasem veszik észre, ha a testük azt kiáltja, hogy segítség? A betegséggel szembe kerülő test hajlamos végigjárni bizonyos fejlődési szinteket, amelyek közvetlen összefüggést mutatnak azzal a stresszmennyiséggel, amennyit a test kezelni tud, vagy amennyivel hatásosan meg tud birkózni. Nagyon gyakran azért betegszünk meg, mert a stressz hatására legyengül az immunrendszerünk. A probléma kialakulásának szintjeit három fő kategóriába sorolhatjuk be. Az elsőbe olyan tünetek tartoznak, mint a fejfájás, az emésztési problémák, az álmatlanság, valamint az izomfájdalma. Ezek a tünetek rendszerint közvetlenül kapcsolódnak a stresszhez, és úgy is szokták emlegetni őket, mint krónikus feszültségből eredő problémák. És bár ezek és hasonló tünetek relaxációs gyakorlatok végzésével többnyire megszüntethetők, ám akik nem végeznek ilyen gyakorlatokat, azok kénytelenek egyre inkább e tüneteknek megfelelően alakítani az életüket. Így módon tehát a tünetek uralják az ő életüket, ahelyett, hogy fordítva lenne a dolog. Ha például sűrűn fáj a fejed, ez meghatározhatja az életmódodat. Hogy mit eszel, hogyan viselkedsz, kommunikálsz, szeretsz. Ha álmatlanságban szenvedsz, fáradtan és ingerülten ébredsz, következésképpen a probléma megoldó képességet sem lehet túl hatékony. Egész nap próbatételeknek vagy kitéve. Ha gyomor vagy nyombélfekélyed van, gondolj csak a fájdalomra, amin keresztül kell menned, vagy amit naponként át kell élned. Látjuk tehát, hogy jól lehet ezek a tünetek könnyen uralhatók vagy kezelhetők, amikor ilyen stressz okozta betegségben, vagy stressz tünetektől szenvedsz, akkor valójában azok veszik át életed irányítását. Ha nem teszünk ellenlépéseket,
akkor a tünetek súlyosbodnak. Más szóval, a jelzések feltűnőbbek, hangosabbak és gorombábbak lesznek. Testünk immunrendszere pedig még inkább lerobban. A második kategóriában megjelenő tünetek közé tartozik például a magas vérnyomás, vagy bizonyos szívpanaszok. Ezek tehát már kicsit komolyabbak, mint az első kategóriás tünetek. Ha továbbra sem veszel tudomást róluk, akkor tested segítségért fog kiáltani, mert nem marad más választása, mint kétségbe esetten feljajdulni. A harmadik kategóriában már élethalál kérdésről van szó. Itt már vérképzőszervi és az immunrendszert érintő betegségekkel, agyvérzéssel és a rák kifejlődésének lehetőségével kell számolni. Mire a test eljut ebbe a harmadik kategóriába, a stressz már annyira legyengítette az immunrendszert, hogy az ember könnyen oda kerülhet, ahonnan már nincs visszaút. Az egészség visszanyerésének az a feltétele, hogy az illető képes legyen az én képét, az okok mentális és fizikai szintjén egységesen és hitelesen pozitív irányba módosítani. Beszéltünk már arról, hogy az okok birodalma abból az elemi oksági energiából áll, amelyből minden létrejött. Az okok birodalmába lépve összegyűjthetjük és formába önthetjük az oksági, avagy egyetemes anyagot. Olyan energiamintát formálhatunk belőle, ami a fizikai megnyilvánuláshoz közeledve egyre élesebb és határozottabb körvonalakat ölt. Az okság birodalmában való tevékenykedéssel kapcsolatban hasznos hasonlatnak kínálkozik egy sok emeletes épületképe. De gondolhatunk egy olyan gyártósorra is, ahol a megszülető termék teremről teremre haladva közelít a fizikai megjelenéshez. Az első terem például a végtelen lehetőségek terme. Ez reprezentálja az okok birodalmát. Itt, ahol az anyagok és minták megteremtődnek, bármi és minden lehetséges. A második terembe lépve alakot és formát adunk az oksági energiának. Ellátjuk tulajdonságokkal és jellemző vonásokkal. Ez a terem felel meg a mentális tartománynak. Innen tovább lépünk a harmadik terembe, a fizikai tartományba, ahol még konkrétabban meghatározzuk az alkotást. Látjuk, amint szerepet játszik a fizikai dimenzióban. Elképzeljük, amint manifesztálódik, azt, ahogyan használjuk. Hogy miként hat jelenleg az életünkre, vagy hogyan befolyásol minket. Hogyan fogjuk munkára, miként ültetjük át a gyakorlatba. Így módon jelenhet meg alkotásunk, térben és időben. Összefoglalva tehát arról van szó, hogy amikor az okok birodalmában dolgozunk, akkor ott mintákba önthetjük az energiát, amit aztán átviszünk a mentális, onnan pedig a fizikai tartományba, hogy testet ölthessen az anyagi valóságban, térben és időben. De előfordulhat, például betegség esetén, hogy visszafelé haladunk. Az adott betegséget átvisszük a fizikai dimenzióból a mentális síkra, s onnan tovább az okok birodalmába. Ott szétszedjük a mintát, teljesen visszaolvasztjuk, mint egy a világegyetem alapanyagába, az oksági energiába. Ezt követően aztán új mintázatba rendezzük, olyanba, ami erre vágyunk, az egészség mintájába, és így visszük vissza a mentális tartományba, ahol ellátjuk tulajdonságokkal és jellemző vonásokkal. Ezután pedig visszatérünk vele a fizikai tartományba, ahol még határozottabb megjelenéssel ruházzuk fel. Más szóval, vizualizáljuk, elképzeljük az egészséget mindennapi életünkben, és azt, hogy milyen szerepet játszik az egészség az életünkben, például, hogy jobban tudjuk élvezni az életet, hatékonyabban tudjunk dolgozni, teljesebben tudjunk szeretni. Úgy tapasztaljuk, hogy az okok szintjén épp azokat a mintákat tudjuk nagyon könnyen megváltoztatni, amelyeket nem óhajtunk. Átalakítjuk és átformáljuk őket, hogy új formában mutatkozhassanak meg a fizikai valóságunkban. Ha az egészségügyi probléma kifejlődésének első szintjén állsz,
és belépsz az okok birodalmába, akkor ott olyan erőforrásokra találsz, amelyek segítségével gyorsan és nagyon hatékonyan visszaszerezheted az egészségedet. Ha a második vagy a harmadik szinten tudod magadat, akkor a tested arra szólít fel, hogy gyakrabban lépj be az okok tartományába. De mindenképpen be kell lépned ebbe a birodalomba, hogy segíts magadnak a gyors gyógyulásban. Nem csak, hogy megerősíthesd az immunrendszeredet, hanem azért is, hogy itt hozzáférj mindahhoz, amivel meg tudsz felelni a magad teremtette ideális én modellnek, és hogy még jobban rá tudj hangolódni azokra a megoldási módozatokra, amelyekre az egészséged visszanyerése érdekében szükséged van. Akadhatnak olyan helyzetek is, amikor bizony fontolóra kell vennünk mindhárom, vagyis a fizikai, a mentális és a lelki síkon való beavatkozást. Ehhez pedig egyedül a meditáció ad segítséget. A gyakorlat, amellyel hamarosan megismerkedsz, a minták oksági energiával történő átalakítását foglalja magába. Belépsz az ideális állapotodba, majd elmerülsz az okok birodalmában, teljesen ráhangolódsz arra. Itt az okok világában először is azonosítod a szóban forgó egészségügyi problémát. Majd áthelyezed azt a fizikai dimenzióból a mentális tartományba, ahol összegyűjtöd majd mindazokat a gondolatmintákat, amelyek problémáddal kapcsolatosak. Ezt követően átemeled azokat az okok birodalmába, és ott teljesen lebontod. Visszaoldod az univerzális energiába. Ezután a tetszésed szerinti módon újra megteremted a dolgot oly módon, hogy összegyűjtöd az okság birodalmának anyagát, az oksági energiát, az univerzális energiát. A kezeddel fogod megformázni azt a lényeget megjelenítő mintát, amit szeretnél megvalósítani. Azt javasoljuk, hogy szó szerint a kezeddel tedd ezt, tehát ténylegesen használd a kezeidet a folyamat során, amikor is energiát viszel át a megjelenítendő dologba. Egész lényeddel vegyél részt a folyamatban a lelki vagy oksági szinten, testileg és mentálisan egyaránt, hogy az energiát ténylegesen előbb a mentális, majd a fizikai tartományba juttathasd. Testileg is vegyél ezért részt a gyakorlatban. Használd a kezeidet. Ha ezzel készen vagy, akkor a teremtményedet két kézzel fogva told át a mentális síkra. Akár hangot is kiadhatsz hozzá, mint például vagy olyan hangot, ami az energia mozgását jeleníti meg ezen a szinten. Innen azután megint csak hang kíséretében told majd át újra teremtett alkotásodat a fizikai dimenzióba. És közben lelki szemeid előtt megjeleníted majd alkotásod különböző fizikai megnyilvánulásait. A jelek szerint sokan rendületlenül hisznek abban, hogy ha valami, akár a fizikai, akár a nem fizikai tartományban már manifesztálódott, azt az emlékezet vagy az energia minta már nem képes kitörölni. Nos, mind majd tapasztalni fogod. Az okok birodalmában nem semmisítjük meg a problémát. Még csak nem is távolodunk el tőle, hanem a teremtés legbelsőbb központjában felbontjuk létezése energia mintáját. De lássunk hozzá már is a gyakorlatban. Lépj be az ideális állapotodba úgy, hogy ellazított testedet és lecsendesíted elmédet. Érdemes talán csukott szemmel végezni a gyakorlatot. Lépj be az okok birodalmába. Hangold rám magadat az oksági tartományra. Merülj el benne teljesen oly módon, hogy figyelmedet testet különböző részeire összpontosítod. A fejed gubjától a lábujjad hegyéig. Egész valódon vezesd át az univerzális energiát úgy, hogy lényed minden részébe eljusson. Ha valahol feszültséget vagy kényelmetlenséget észlelnél, engedd, hogy ezek a területek is beleolvadjanak az okok világába. Érezd
ahogy az egyetemes energia átáramlik rajtad, és kiáramlik belőle. Ha vannak problematikus területeid, ahol változtatni vagy javítani akarsz, például az egészségi állapotodban, azonosítsd most a problémát. Nyújtsd ki a kezedet, és képzeld el, amint áthúzod azt a fizikai tartományból a mentális tartományba. Itt, a mentális világon, gyűjtsd össze az adott problémával kapcsolatos gondolati mintákat. És most vidd át az összes mintát az okok irodalmába. Használd közben a kezedet. Képzeld el, hogy az ügyet most áttolod a mentális világon az okságéba. Oszlasd szét teljesen. Old vissza az univerzális energiába. Képzeld magad elé ezt a mintát, hogy kezeddel megragadod és széthinted az aszfalkodó energiát, hogy az újra összekeveredhessen az okok világának maradék alapanyagával, az oksági energiával, az egyetemes energiával. A minta tehát felbomlott, és most teremtsd meg az új mintát, olyat, ami erre vágysz. Kezedet is használ, hogy gyűjtsd össze az okok irodalmának anyagát, az univerzális energiát. A kezeddel formázva és gyúrva alakítsd ki a kívánt dolog leglényegét. Most pedig vidd be alkotásodat a mentális tartományban. A jónak látod, hanggal is kísérheted ezt. Például mondhatod, hogy vagy a kezeddel irányítva vidd be a formát a mentális tartományba. Most pedig az előbbihez hasonló módon juttasd el alkotásodat a fizikai dimenzióba. Használd a kezedet is, és lehetőleg adj ki hangot is, vagy képzelj el többféle helyzetet, ami alkotásod fizikai formáját jeleníti meg. A most következő pár percben nagyíts fel ezeket a gondolatképeket, élvezd őket, és vésd jól az emlékezetet. Most pedig tegyél egy mély lélegzetet, és miközben kifújod a levegőt, lassan és nyugodtan kezd visszahozni tudatosságodat a jelenbe és erre a helyre. Hozd magaddal ideális állapotod minden előnyét. Amikor pedig úgy érzed, hogy készen állsz, akkor nyisd ki a szemed.